És egyre több a gond. Hát igen. Ja, igaz. Jaj, nem azért mondtam. Tudom, Borisko, de mégiscsak át kell adnom, amit kértél, parancsolj, hogy benne van a pénz. Köszönöm, igazán. Ne beszéljünk róla. De igen. De mit csináljak? A mamákos a lányokat el kell küldenem, rájuk fér a nyaralás. Igen, nagyon kedvesek, hiszen én is nagyon szerettem őket. Boriska, apjuk halála után három lánytestvére, a tündérlaki lányok és édesanyjuk eltartója lesz. A lány egy gazdag váró kitartottjaként mindent megtesz családjának boldogulásáért, akik ezt gondolkodás nélkül elvárják és elfogadják tőle. Egy napon azonban Boriska szerelmes lesz a szegény költőbe. Döntenie kell, mi a fontosabb számára, a saját vagy szeretteinek boldogsága. Az alapján, az adaptáció alapján, amit most itt mi játszunk, hogy nekünk ez egy fellángolás, amiben ez a lány elhiszi, hogy egyszer ő is lehet feleség. És hogy ebbe szeret bele, ebbe a jövőképbe, hogy ő is lehet feleség. Ott ugye van is egy nagy kiborulása a Boriskának, amiben mondja, hogy nem kell férjhez mennem, hogy ez milyen dolog, hogy így gondolkozik rólam a családom, hogy nekem nem kell férjhez mennem. Hát, hogy mindenki másnak igen, csak nekem nem. És hogy most, amikor bejön ez a nagy szerelem, akkor értékeli szerintem át a családjával való kapcsolatot meg viszonyt, úgyhogy most már áldozatnak tekinthető. A tündérlaki lányok Heldai Jenő egyik legjobb darabja, amely hálás szerepeket és egy igazán melegszívű előadást ígér a nézőknek. A Pesti Mese négy gyönyörű lányról szól, akik a szerelmet, a boldogságot és a boldogulást keresik, ki-ki a maga módján. Bátori György korhű díszlete és Győri Gabi mesés jelmezei a 20. század elejét idézik meg. Szerelmekről szól, kapcsolatokról szól, humor van benne, de ami lényeg, hogy tényleg ma ugyanúgy lehetséges ilyen párok, akik összejönnek, és aztán együtt maradnak, és nem tudom. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon, hogy is mondjam, mai is lehetne, és maiba is tehettem volna, de nekem nagyon tetszik ennek a kornak ezek a szépséges ruhái. Szerintem a díszlet nagyon szép, tehát még nagyon régen nem volt ilyen szép kiállítású darab szerintem itt a Kisfaludiba, úgyhogy én ezért választottam. Heldai Jenő színművében a szerelem és a család iránti odaadás összeütközése jelenti a legnagyobb konfliktust. A szálakat kiválóan mozgatja az édesanyja, Özvegy Bergné. A történet és a játékmód visszavezeti a nézőt a régmúltba. Imádom ezeket a ruhákat, mindenki imádja. Szerintem mindenki nagyon szép benne, a fiúk, lányok egyaránt. Már amikor az elején megláttuk a díszletet, úgy éreztük, hogy végre egy belecsöppentünk valami egészen másba, mint amiket eddig játszottunk, és ettől szerintem nagyon nagy élmény, és bízom benne, hogy akik erre vannak kihezve, tehát hogy valami régi, igazi klasszikust lássanak, azok nagyon elégedettek lesznek ezzel az előadással. Újabb premierre készül a Győri Nemzeti Színház. Heldai Jenő egyik legjobb darabját, a Tündérlaki Lányok című színművet szombaton láthatja a közönség a Kisfaludi teremben. Az édesbús történetet parád és szereposztásban tűzi műsorára a teátrum. Agócs Judittal, Dunai Csengével, Mózes Anitával, Molnár Ágnessel, Kis Tündével, Csankó Zoltánnal és Sárközi Józseffel. Témánkat Kulisszák mögött című magazin műsorunkban folytatjuk. Igen.